Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, a mai weekendben vendégünk lesz Kosik Anita, de ezúttal nem a színház lesz a téma. Megmutatjuk, milyen volt a haditorna verseny, és egy tehetséges művészeti diák is a vendégünk lesz. Először azonban a Sóstói Múzeum faluba látogatunk, ahol múlt szombaton a pásztor hagyományokat elevenítették fel. Citera muzsikától volt hangos a Sóstói Múzeumfalu. Szombaton a pásztorok világába csöppenhettek bele az érdeklődők, idén már negyedik alkalommal. A pásztor társadalom nagyon nagy becsben volt a valamikori falu közösség életében, hiszen aki az állatok nyelvén, a természettel együtt tud élni, az nagy tudós volt, és azt gondolom, hogy ezt a tudást próbáljuk mi továbbvinni, illetve azt a nemzedékről nemzedékre szálló tapasztalást, amit ők átadtak egymásnak, azt szeretnénk itt bemutatni. Hát 24. órában vagyunk, tehát azért a pásztor munka, mint olyan a nagyvárosban nem jellemző, de azért hál' Istennek még vannak olyan emberek, főként itt a távol tőlünk nem annyira távol lévő hajdúságban, Hortobágyon, akik még űzik ezt a szakmát. Vendégül láttuk a Debreceni Népi Együttest, akik voltak még olyan szerencsések, hogy nagyon-nagyon sok csikós pásztorral találkoztak, táncaikat megtanulták, ételeiket tudják készíteni. A pásztorok világa ugye nagyban összefügg ugye az állattartáson kívül ugye a gasztronómiával is, és készültünk egy nagyon finom pásztoréttel, a slambucca, és még aki szereti a birka pörköltöt is elhoztuk. Reméljük, hogy mindenkinek ízleni fog. Emellett ugye a Népi Együttesnek a repertoárán lévő pásztortáncokkal is készültünk. Lesz egy kis csikós verbunk bemutató, kanásztánc bemutató, ezekből tanítás is lesz majd később, és majd szeretnénk a gyerekeknek egy ilyen bojtáravatást is csinálni. Szeretnénk azért szellemi táplálékot is nyújtani. A Herman Otto Múzeumból Barsi Csaba munkatárs érkezik ide, aki Kultúrkoffer címen egy nagy kofferbe bepakolta a pásztortárgyakat, és hát pásztor kultúráról, pásztor életről beszél nekünk, azon a helyszínen, ahol egyébként a Skanzen moziban egész nap filmeket vetítünk, dokumentumfilmeket, maguk pásztor emberek, juhászok, csikósok, gulyások, hiteles adatközlőként beszélnek életükről, azok fordulatairól. Nagyon sok felkérésünk van ugye mostanában, nyilván állandó résztvevői vagyunk a hortobágyi lovastapoknak, a gulyás versenynek, gulyás találkozóknak, de nyilván ezen az őszi időszakban ugye a behajtási ünnepségeken is, úgyhogy születi napokon ugye nagyon sok felkérésünk van, de próbálunk mindennek eleget tenni, és reméljük, hogy a közönségnek is tetszik ez a kis produkció. Teregeti nyáját, fújja furujáját, hunékül éli világát. Teregeti nyáját, fújja furujáját, hunékül éli világát. Ha megunja furujáját, és előveszi a dudáját, belefújja búját, a birka bőrébe, szélnek kereszi belőle. Hey, belefúj a búja, a birka bőrébe, szélnek kereszi belőle. Jó, lesz, ügyesek voltatok, jól van. Majd délután kettőkor találkozunk. Én azt gondolom, hogy már eltűnt egy generáció. Eltűnt egy olyan idős generáció, aki erről beszélni tud, tehát mindenképpen érdekes, illetve hát a pásztor, mint jelenség, az olyan, mint Alain Delon, úgyhogy érdemes megnézni közelebbről, széles vár, erős kéz, karikások, ostor csattogtatás, tehát erőpróbaként, erőfitottatásként még lehet vele, azt gondolom, hogy valaki nagyon vagány is. Általában van rá érdeklődő, mindig a családok azok, akik a legtöbb időt eltöltik, ami számunkra azért nagyon fontos, mert a fiatal generáció itt találkozik egy olyan eltűnőben lévő dologgal, ami általuk azért még tovább élhet nagyon sokáig. Mi is elhoztuk az egyik csoportunkat, a kisbéres csoportot, ugye közel 20 gyermeket hoztunk Debrecenből, ami nagyon-nagyon öröm, hogy a szülők is elkísérik őket, és láthatják, hogy milyen gyönyörű hely ez a skanzen, milyen szépen rendben van tartva, milyen szépek ezek a porták, és milyen hagyomány őrző környezetben vagyunk itt. Nagyon hiányzik egy ilyen Debrecenben, és nagyon jó lenne egy ilyen kis sporta.
A csodás múzeumfalut más településekről is szívesen látogatják a vendégek. Kivált kép egy olyan autentikus rendezvényen, mint a pásztorforgatag. Sokan rendszeresen visszajárnak ide. Nagyon szép, tehát többször visszajöttünk már Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. Nyíregyháza különösen tetszik, Sóstó az csodálatos, rengeteg minden épült, fejlődött, mióta itt voltunk, uta, kerékpár utak, tehát tényleg jó érzés látni, hogy fejlődik az ország. Itt meg ez a skanzen gyönyörű, tehát azok a népi hagyományok, amit itt rácsodálkoztunk Csikós bemutatóra, olyan kézműves vásár, ami a párját hétkétja. Szóval jó ezt nézni. Nekünk nincs ilyen, nekünk inkább a szőlőborhoz kötődő hagyományaink vannak. Óriási két rendezvény, tavaszi bornapok, a másik pedig a Szüreti Fesztivál szeptemberben, egyik a május és szeptember. Óriási tömeg, több tízezer ember, ilyenkor mindenféle program, népi programok, néptánc, nagyon jó együtteseink vannak, illetve természetesen a modern zene is helyet kap, és hát ilyenkor tényleg valóban a bor és a gasztró az, ami vonza az embereket a program mellett, úgyhogy ezek azok a hagyományos rendezvényeink a Mázrahelyen. Említett, hogy nem először vannak itt, akkor valószínűleg nem is utoljára láthatjuk itt a gyöngyösi delegációt. Így van. Tehát egy baráti társaság részben, kollégák részben, orvosok, állatorvosok, tehát akikkel tudunk ilyen nyugdíjaskor környékén biciklizgetni, amíg az erőnk tartja. Tényleg jó visszajönni, mert szép dolgokat látunk, műemlékeket, népi értékeket. Jó az infrastruktúra, tehát meglepő, rácsodálkozik az ember, teljesen más képe lehet, de mivel visszatérők vagyunk, tudom, hogy ez ilyen. Aztán szívem csücske, majdnem ide nősültem Nyíregyháza mellé, úgyhogy még ilyen ifjúkori emlékek is kötnek ide. A pásztorok életét bemutató rendezvénye pedig még nem ér véget a szezon a Sóstói Múzeumfaluban. Őszi szünetelővel várunk csoportokat, illetve családokat, és emellett pedig, ami említésre méltó, az a Mártonnapi rendezvény. November 11-én várunk mindenkit szeretettel, libákkal, libás ételekkel, tánccal és vidámtáncos jókedvel. Ahogy azt a műsor elején említettem, most nem a színházról fogunk beszélgetni Kosik Anitával, hanem az önkéntes tevékenységéről. Szia Anita, jó estét! Szia Magda, jó estét mindenkinek! Nagyon nehéz veled nem a színházról beszélni, meg alapvetően hát egy színésznővel nyilván lehet, hogy fogjuk érinteni mégiscsak a színházat, hiszen azért azt gondolom, hogy az mindennek az alfája és az omegája olyan, mint egy ilyen nagy kohó, ahol az érzelmek ötvöződnek, és lehet, hogy egyébként ott születnek olyan érzelmek mondjuk egy ember lelkében, amit aztán kamatoztatni tud valahol máshol, mondjuk mint egy önkéntes, vagy ez hogy volt nálad, mi volt hamarabb, a színpad, vagy pedig a szociális érzékenység? Hát szerintem ez a kettő teljesen összefügg, nem is tudom elképzelni, hogy ez, tehát ha nem lennék érzékeny az embereknek a hogy létére, akkor szerintem nem érdekelne a színpad, de lehet, hogy ez másnál máshogy van, én nem tudom elképzelni. De egyébként konkrétan az itteni önkéntes tevékenységemhez a színház úgy járult hozzá, hogy a Covid-nál nem volt. És akkor ott volt egy csomó szabadidő, ilyen kényszer szabadidő a kezemben, és akkor azon gondolkodtam, hogy jó, hát hogyha nem fog dolgozni, akkor meg fog tébolyodni, tehát ilyen nincsen. Na de mit csináljon egy színész otthon 40 napos karantén után? Az nagyon kemény volt egyébként, 40 napig éltünk a férjemmel. Igazi bőjt. Fú, nagyon durva volt. Mindegy, és nézegettem egy csomó olyan helyet, ahol egyébként is vagy már munkálkodtam, mint a vakok és gyengéllátóknál, hogy akkor ott egy kicsit többet tudok dolgozni, vagy a nyíregyházi kosárnál, ahol viszont sose tudtam dolgozni, csak nagyon tetszett maga az ötlet, hogy így emberek így kitalálják, hogy így egy csomóban csinálnak valamit, ami mindenkinek jó, tehát totál izgalmas kezdeményezés, és akkor sokkal több időt töltöttem el náluk. Amellett, hogy akkor csináltuk ezeket a mindenféle dolgokat, amiket kitaláltunk, hogy otthon a színész hogyan tud mégis valahogy a közönséghez elérni. És akkor sokat olvasgattam náluk a gyengéllátóknál. Ugye ez azt jelenti, hogy ott van egy stúdió. Így van. Bár sokszor beszélgettünk már, és különböző aktuális kiadványok kapcsán arról, hogy mehetnek emberek önkéntesen mesét olvasni, történetet, verset. Most is várják őket. Hiszen ezekből ugye hangos kis könyvek készülnek, vagy olyan kiadványok, amit egyébként a vakokon és a gyengéllátókon kívül végül is azok is használnak ma már, akik például autóban hosszú ideig ülnek, vezetnek, és mondjuk szeretik az irodalmat, szép irodalmat, a verseket. Hát többféle kiadványa van az Egyesületnek. Van olyan, ami kifejezetten egy témakör köré
szerveződik, mondjuk most a karácsony jön, már lehet őket bombázni egyébként, úgyhogy tessék jönni. És van olyan pedig, ami ilyen, azt hiszem, hogy havi kiadvány, most jó rég nem voltam már náluk, mert nagyon sok dolgom volt, de amiben receptektől elkezdve élményeken keresztül mindenféle dolgokat megosztanak, ami egy újság. És azt tesszük akadálymentessé az önkéntesekkel, hogy ők tudják ezt befogadni, illetve olyat csináltam még, ami nagyon-nagyon király, hogy van egy óra, egy beszélő óra, és az egész országban, illetve mindenhol, ahol magyarul beszélnek és látássérültek vannak, vagy esetleg bármilyen más olyan sérülés, ami miatt hasznos lehet az, hogy egy óra rám szól, hogy most dél van, az az én hangom. És ez annyira csodálatos szerintem, maga ez az eszköz is, mert ugye csomó beszélő dolguk van, ami, ahogy fejlődik a technika, egyre több minden tud hozzájuk szólni. Ami nagyon-nagyon, hát, az, hogy nagyon fontos. Ez nem jó szó. Tehát egyszer főztem kávét az egyesülettel, úgyhogy bejöttek a konyhámba, és akkor, vagy konyhánkba, és akkor készítettek egy videót arról, hogy szerencsétlenkedek, 40 percen keresztül főztem azt a kávét. Igen. Úgy, hogy én tudom, hogy hol a kávé, tudom, hogy hol a bögre, tudom, hogy hol a mosogató, mindent tudok, csak nem láttam. És közben a sírás kerülgetett, hogy de most ez a só vagy a cukor, amit ide tettem? De most le fog esni, vagy nem fog leesni, vagy hova tettem a tejet, vagy hol a kupak? Tehát, hogy figyelemzavaros látássérültnek lenni lehet valószínűleg a legeslegrosszabb dolog a világon, és ilyenkor például, hogyha valamelyik eszköz szól, hogy ne erre, ne arra, ne ennyit, hanem így, hanem úgy, az igencsak hasznos lehet. Hát, ebből a történetből is kiderült, hogy te magad is érzékenyedtél, miközben részt vettél egy olyan programban, ahol érzékenyíted akár a látókat, akár pedig hasznos dolgokat hoztál össze, amivel segíted a látássérülteket, és ennek itt van egy csodálatos díja. Igen. Október 15-e 1969 óta a Fehérbot világnapja, és létrehoztak nem is olyan régen, 2022-ben egy önkéntességi díjat, vagy az önkéntességért díjat, amit a tavalyi esztendőben Csiki Nándi kapott, aki szintén nagyon sokat segít az egyesületnek, és ebben az évben te, illetve voltak Igen. még, akik kapták? Igen, egy másik egyesület, Hajnal, várjál, mi volt a másik egyesület neve? Az a lényeg, hogy alapító tagok voltak, egy házas pár, akik folyamatosan szervezik ezt a közösséget, hogy ott náluk is ne érezzék magukat kirekesztve a látássérültek. Egy iszonyatosan kedves párról volt szó, és hát nem tudom, nagyon-nagyon megható volt az egész Fehérbotnapi ünnepség. Meglepett? Számítottál rá? Nem, egyáltalán nem. Nem, megkért Tünde, hogy keressek egy olyan verset, ami méltó lehet, és akkor nagyban keresgélt, vagy keresek valami dalt, vagy valamit hozzak, amit tudnék adni, és akkor nagy gondba voltam, hogy na most akkor ide mi illik, meg hogy jó, meg ne legyen hosszú, meg ne legyen rövid, meg jaj, most éppen tudok-e énekelni, vagy éppen Retlux szétmarja a GG-met, vagy nem tudom, mert ilyen dolgokkal szoktam időnként küzdeni. És akkor végül is egy verset vittem, és akkor ott láttam ezt a két csomagot, jaj, mondom, de jó, valaki kap valamit, tök jó lesz, van egy sötét kék, világos kék, na de szép. Nem is láttam egyébként a kis nagyítót, a kis fehérbotos nagyítót, mert annyira be volt csomagolva. Mesélték, hogy nagyon vigyáztak rá, mert ugye üvegből készült. Az is nagyon érdekes egyébként, hogy a Danko Palinak van egy zenekara, aki oszlopos tagja az egyesületnek, és a zenekar gitárosa készítette ezt a díjat, amint megtudtam, aki üvegfúvó gitáros. És egy rendkívül megható és nagyon-nagyon közvetlen, családias hangulatú kis ünnepség volt, és így meg még inkább azt éreztem, hogy egy olyan közösségnek vagyok a tagja, ahol sokkal magasabb az elfogadás szintje, nem tudom, hogy ezt lehet így mondani, vagy a sokkal dominánsabb az elfogadás, mint az el nem fogadás, és a kirekesztés, és az elválasztás, mert az is egyfajta nem is tudom, hogy mondjam ezt pontosan. Szóval, hogy egy nagyobb grupnak tagja lenni, nagyon jó érzés. Ezt akartam mondani.
Anita, szívből gratulálunk, úgy hoztad ide ezt a díjat, mint tényleg egy ilyen kis üvegcsodát, és nagyon dédelgeted, és számodra azt gondolom, hogy a szívedben ennek nagyon nagy jelentősége van, és én azt hiszem, hogy ebben a világban sajnos tényleg ilyen nagyítóval kell keresni azokat az embereket, akik tudnak segíteni, de ha megtaláljuk őket, akkor meg kell őket becsülni, legyenek színpadon, vagy énekeljenek pici babáknak, vagy önkénteskedjenek, úgyhogy te egy ilyen embere vagy, ilyen szeretett, ismert és elismert tagja ennek a városnak és a színháznak, úgyhogy szívből gratulálunk és köszönjük, hogy itt voltál. Hát színházra nem futotta, de nem legközelebb baj. Majd arról is beszélünk. Köszi szépen. Én is köszönöm. Kedves nézők, mi pedig haditornával folytatjuk a mai víkendet. 28 csapat nevezett a vármegyei megmérettetésre, hogy távbecslésben, elsősegélynyújtásban vagy épp gránátdobásban összemérjék az ügyességüket. Ne kapkodj! Nyugi! Állj bele szépen! Ugyan, felhúzás! Egy kör! Egy kör! Ez a büntetés, amiért 5-ből csak 4 lövést talált be a Máté Szalkai versenyzőnél. A lézerlövészettől nem messze gránátdobó verseny zajlott. Mindig viszitek a lőszeres ládát, az a váltóbot, úgymond. Csak itt lőszeres láda. Tehát úgy kell megfogni a ládát, hogy egy kézzel plusz a két gránát. Ez se egyszerű, de hát nyilván mi egyszerű a mai világban. Érthető akkor így a feladat? Fogod a ládát, térdelő helyzet. A verseny előtt a honlapra feltöltöttek 100 kérdést és 100 választ a szervezők, ezt a tudást is számon kérték a diákoktól. A Totót a Sóstói Múzeum falu pálinka házában töltötték ki a fiatalok. Egy másik portán pedig a Matrix futás szabályait hallgatták. Van 5x5, 25 pont kitéve. Neked a feladatod az, hogy a kezedbe levő térképen, mint ahogy ezen is, be van jelölve 12 pont, de neked az, ami a kezedben lesz, azt a 12-t kell kötelezően olyan sorrendbe érintve, ahogy itt össze van kötve vonallal, illetve be van sorszámozva. Jó? 1, 2, 12, és lehet kijönni. Jó? Úgy működik, viszel egy ilyen csipet, felhúzod az ujjadra, az ujjad hegye felé nézzen, odaértél a pontra, eldöntötted, hogy jó helyen vagy, belehelyezed a dobozkába, csipog, villog. Villanjon 2-t, mert nem egyforma a hangja. Akkor is villog. Ha jó, akkor is, ha nem jó. Tehát neked kell eldöntened, hogy jó helyen vagy, jó? Villant 2-t, mehetsz tovább, keresed. A hétköznapok során hasznosítható újraélesztést is gyakorolták. Mennyi a fúvás, nyomás? 30x2, így van, nyomsz 30-et, fújsz be 2-t. Jó, és hogyha segítenek az a kis társadnak, akkor hangosan számolsz közben, és te tudod, hogy mikor így. Nem, te számolsz, aki nyom, te saját magadnak. Tehát ez ahol, és akkor számolsz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. És ugye átengedje a 4-5 centi, de a mellkas magasság körülbelül egyharmada az, amikor, amennyire be kell nyomni a mellkas, és nagyon fontos, hogy nyújt 5 karra. Jó. Befeszíted a karodat szépen, és akkor kezdj el, és számolsz között. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Jó, és te meg fújsz be 2-t. Nagyon fontos, ha akartuk befújni, befújsz. Ha undorodsz, vagy olyan a lábfájban, akkor nem fújsz be. A legfontosabb, hogy folyamatosan menjen a mellkas komprimálás. Jó? Ez a verseny évről évre egyre népszerűbb, és tulajdonképpen az a cél, hogy egy kicsit a honvédséget közelebb hozzuk a fiatal generációhoz. Test közelből lássanak katonát, tudják, hogy mik a feladataink, illetve egy sportos, játékos, jó hangulatú vetélkedőn mérjék össze az erejüket, és azt az összetartást tudják itt bizonyítani, ami ugye a 4 fős csoportok között van. Ugye a honvédségnél is nagyon fontos az összetartásnak az eszméje, nyilván egyedül nem lehet sikereket elérni, és tulajdonképpen itt sem lehet egyedül sikerre vinni ezt a versenyt. Több mint 6 éve veszünk már részt ezen a haditorna versenyen, úgyhogy rutinos részvevőnek számítunk. Hát a felkészülés az szinte minden évben ugyanazt, tudjuk a feladatokat, és célorientáltan próbálunk rá mindig készülni a feladatoknak megfelelően. Az előző években milyen sikereket tudott elérni az Rínyis csapat?
Az előző évben a megyei döntőt egy nagyon-nagyon bravúros befutóval sikerült megnyernünk, és a megyei döntő feljogosított minket arra, hogy az országos döntőn is Balatonakaratján részt vegyünk, és ott is egy nagyon-nagyon kiemelkedő eredményt, az országos negyedik helyet sikerült megszereznünk a sok-sok kadét, honvéd kadét és rendészeti iskola között egy olyan gimnáziummal, ami gyakorlatilag egy nyelvi gimnázium. A sportos és intelligens diákok közül kell válogatni, és nyilvánvalóan kell, hogy legyen bennük is motiváció és akarata ehhez a versenyhez. Ugye speciális katonai kívásokról van szó, tehát nem mindenki alkalmas arra, hogy ezen a versenyen részt vegyen, de mindenképp az alap azt gondolom, hogy intelligensen és sport, tehát jó felkészülten álljanak hozzá a versenyhez. Csabi, még egy gránátot keresünk! Tavaly voltam az országosan, és igazából a futás volt a legnehezebb számomra, mert hát nem vagyok futó, meg ilyenek, tehát az állóképességem az nem olyan erős, mint mondjuk egy atlétának, vagy ilyenek. Úgyhogy szerintem az, valamint ugye fontos a tudás is, tehát az egészségügyi feladatnál ugye a tudás, valamint a dobás és a lövés. Ugye az akadálypályához erő is szükséges, szerintem azzal nem lesz probléma. Úgyhogy igazából a futás miatt aggódok a legjobban az állóképesség miatt, de szerintem meg tudjuk csinálni mindenki. Felkészülni! Rajz! Eljártam futni, aztán lőttem, ugye gyakoroltam a lövést, a dobást, és igazából nagyjából ennyi, mert az akadálypályát azt nagyon nem tudtam sehol, csak ilyen, hát ilyen elmentem ilyen kinti edzőtérre, és ott tudtam esetleg gyakorolni az akadálypályát, de igazából futni jártam el, meg lőni gyakoroltam. Nagyon szeretek sportolni, tehát az összes ilyen sportot szeretem az atlétikát, szeretem a dobósport, a labdás játékokat, mindent, és ugye mivel tavaly a felkészítő tanárom benevezett az országosra, ott nagyon megtetszett, úgyhogy mivel lett újra ez a lehetőség, gondoltam, hogy nagyon szívesen jönnék. De nem minden versenyző volt idén olyan rutinos résztvevő, mint Kira, voltak újoncok is. A tanáraink szóltak, hogy van lehetőség rá nevezni, és szerintem sportember vagyok, és úgy éreztem, hogy van bennem potenciál, hogy ezt végig tudom csinálni, és a tanáraim is úgy vélték, és így hát jelentkeztünk. Kézilabdáztam 7 évig, most ez egy kicsit abba maradt, de szeretném majd még folytatni a jövőben. A sport és az állóképesség az csak egy dolog. Hogyan tudtál felkészülni most erre a versenyre? Itt azért nagyon komplex feladatok várnak rád. A tanáraink segítettek a Vasváriba, és mivel Nyíregyházi Vitéz Miketz Kálmán Honvéd kollégista is vagyok, ott a nevelő tanárok is sokat tudtak ebbe segíteni. De ez már el van döntve, hogy a honvédségben fogok elhelyezkedni, csak még nem tudom pontosan, hogy hol. Vannak elképzeléseim, de ez még a jövő titka. Kiskorom óta megtetszett ez, és a felmenőim között is voltak katonák. Úgyhogy szerintem ez egy szép hivatás, és én is ezt szeretném csinálni a közeljövőben. A versenyen persze nem csak nyíregyházi iskolák indultak, Tiszavasváriból és Máté Szalkáról is érkezett csapat, utóbbiak ráadásul nem először. Az az igazság, mi 2 évvel ezelőtt indultunk elsőnek a haditorna versenyen, Máté Szalkáról gépészeti technikum csapataként, és egyből egy első helyezést értünk el abban az évben, eljutottunk az országos döntőre, képviselve Szatmár Bereg vármegyét. Hát tavalyi évben 3. lettünk itt a megyei döntőn, egy kicsivel lemaradtunk az első helyezésről, de mint hallottam, az Irinyisek nyerték, vagy 4. lettek az országos döntőn. Örülök, hogy itt vagyok a csapatommal, most 2 csapattal is jöttem, az igazság, hogy nagyon színvonalas tornának tartom ezt a haditorna versenyt. Amikor első helyezést sikerült elérni, akkor mi volt a titka annak, hogy a dobogó legfelső fokára tudott felállni a csapat? Rutintalanul jöttünk ide, de mivel nálunk rendészeti képzés folyik a gépészeti technikumban, én a munkában hiszek, sokat dolgozunk, és úgy álltunk oda, hogy minden versenyt, aki engem ismer, meg akartunk nyerni. Megnyertük. Hogyan készült fel most erre a versenyre a csapat? Ugyanis sokat dolgoztam a fiúkkal, kicsit a lézerlövészet lesz ismeretlen, de meglátjuk hát, hogyha sikerül ezt is teljesíteni.
Hosszú évek óta az egyik legsikeresebb vármegye vagyunk, mert ugye ez egy országos verseny, minden vármegyében megrendezik, és aztán jövő tavasszal lesz majd egy döntő Balatonakarottján, egy nagyon komoly szintű döntő, és aki egyébként ott a top 3-ban végez, még felsőoktatási többletpontokat is kap, úgyhogy ezért van tétje is ennek a versenynek. Idén 28 csapatunk jelentkezett, ami rekord, hivatalosan 20 csapatot tudnánk versenyeztetni, úgyhogy feltúrtuk a raktárat, hogy mindenkinek tudjunk valami kis ajándékot adni. Ugye az első helyezett csapat serleget kap, a top 3 érmet, de innen üres kézzel senki nem megy haza. Az egész napos versenyt a Krúdi Gyula Gimnázium Kobra nevű csapata nyerte, így ők képviselhetik majd vármegyénket a jövő évi országos döntőben. Mögé, Turán! Mögé! Ne kapkodj, ne kapkodj! Jó. Megkerülöd a pirozászló, megkerülöd, meg. És úgy jössz be. Gyere vissza. Molnár Ágnes festőművésznek ismét kiállítása nyílik Nyíregyházán. A Lelkem virágai című tárlatot október 18-án a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium zeneművészeti tagozatos diákjai nyitják meg a Városmajori Művelődési Házban. A festményeket november 17-éig tekinthetik meg az érdeklődők. Október 21-én ünnepli fennállásának 40. évfordulóját a Nyíregyházi Igrice Néptánc Együttes. Ezt egy nagyszabású gála műsorral ünneplik, mesélt tovább címmel. A Szikes zenekarral és 200 táncossal állítják színpadra az elmúlt 40 év legsikeresebb és legújabb koreográfiáit. A néha megható, néha pedig humoros produkciókat október 21-én 15 és 19 órától láthatják az érdeklődők a Váci Mihály Kulturális Központban. Tök jó fejet vágunk, ezzel a címmel hirdettek töklámpás faragó kézműves foglalkozást október 22-ére a Nyíregyházi Alvégesi Művelődési Házba. A 9 órától 13 óráig tartó esemény bárki számára lehetőséget ad, hogy időben elkészüljön a nélkülözhetetlen halloweeni dekoráció. Újra fitked Nyíregyházán a Continental Arénában. Október 24-én 17:30 után már kezdődik a bemelegítés, ezt követően pedig Katus Attila tart egy órás, minden izmot átmozgató best body edzést. Aki pedig ezután még kap levegőt, annak dedikálása is lesz lehetősége a Mozdul Nyíregyháza egyik legjobban várt ingyenes programján. Kedves nézőink, ne menjenek messzire, mert a híradó után folytatjuk a víkendet, addig pedig gondolkodhatnak a játékkérdésünk megfejtésén, hiszen újabb páros mozi jegyet sorsolunk. A kérdés tehát, hány csapat nevezett az idei haditorna versenyre Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A helyes válaszokat ezúttal is a közösségi oldalunkon várjuk. Most pedig jöjjenek a nap legfontosabb hírei, azután pedig folytatjuk a víkendet. Emléktábla őrzi Farkasulc Tibor hagyatékát Nyíregyházán. Köszöntöm újra a víkend nézőit, a 2015-ben elhunyt rocktörténész, lemezlovas, műsorvezető, a város egyik zenei motorja volt évtizedeken keresztül. Az emléktáblát a Kolumbia nevű szórakozóhely falán helyezték el, ez volt ugyanis az első szórakozóhely, ahol a napi rendszerességgel dolgozott lemezlovasként. Lassan 10 éve hunyt el, emléke azonban mai napig élénken él, nem csak családja, barátai szívében. Aki ismerte, szerette Farkasulc Tibort. A legendás lemezlovas, műsorvezető és rocktörténész tiszteletére emléktáblát avattak a belvárosban. Az ünnepségen Farkas Tibor özvegye is megemlékezett férjéről. Szerette mindenki egyrészt, másrészt ő is nagyon szerette ezt a várost, meg az embereket, meg a zenészeket, és figyelemmel kísérte, és amikor például a könyvét írta, akkor azt mondta, hogy azért kell leírni ezt, mert ezek az emberek megérdemlik, hogy maradjon fenn róluk valami. És én úgy gondolom, nem én, hanem mások, akik ezt eldöntötték, és létrehozták ezt a mai eseményt, meg kezdeményezték, támogatták, hogy amit ő tett, és ez közel sem csak arról szól, hogy a zene, egyáltalán nem, hogy annak alapján ezt ő is megérdemli, és miután az én életem része volt, azt kell mondjam, gyakorlatilag 15 éves voltam, amikor én őt megismertem. Most nem mondom mennyi, szóval persze, hogy fontosnak
tartom, örül a szívem. Az a szép, hogy ugye 2015-ben is ugye emlékkoncert is volt a tiszteletére, most is itt szép számmal gyűlnek az emberek, hogy a mai napig élénken él mindenkinek a emlékezetében. Milyen érzés neked ez, hogy még mindig közösségeket mozgat meg? Felemelő. Tehát én annyi szeretetet kaptam annyi embertől, amikor ő meghalt, amit én el se tudtam képzelni, hogy ilyen létezik, és ez nem fogyott el. És most, hogy ez történt, hogy hát az emlékkoncert azt hiszem az mindenre megfelelő példa, hogy annyi ember, nem is tudom, volt-e valaha, vagy lesz-e itt a téren, a Kossuth téren, meg ahogy létrehozták a zenészek. De most is, ahogy ez nyilvánvalóvá vált, ez a mai esemény, Kanadából, meg az USA-ból, meg a Dunántúlról, meg nem tudom honnan írtak, öreg bácsikák már, meg nénikék, hogy úristen, és nem tudok ott lenni, és az életem legszebb éve, és ahogy én emlékszem rá, de ugyanígy olyanok is, akik igazából nem úgy ismerték meg elsősorban őt, hogy ja, hát ő diszjoké, hát látták persze a tévében, vagy hallották a rádióban, csak tudták, hogy sok lemeze van, és valamiért hozzáfordultak, és ez lehet, hogy egy jóvó néni volt, mert meg akart tanítani valami műsort a gyerekeknek, és kellett volna zene. És akkor elment, és megkereste, és megcsinálta nekik, vagy segített. Vagy volt olyan, hogy meghívták esküvőre zenélni. És akkor kinyomozta, hogy hányan lesznek, milyen korosztály, honnan jöttek. Ja, hogy jönnek, mit tudom én, Írországból, meg máshonnan. És akkor keresett hozzá, hogy mindenkinek legyen megfelelő zene. Ugyanígy, ha egy szilveszteri bulit bíztak rá, akkor ott is kikfoglaltak asztalt, milyen nemzetiségűek. Az összes himnuszt megkereste, meg volt nekünk. Azért, hogy mindenkinek tudjon éjfélkor. Tehát ezért szerették, én azt gondolom, mert nyilván nem azért, mert ő diszjoké volt, az egy dolog, meg félrevezető is szerintem, főleg a mai fiatok egyáltalán nem azt értik alatta, amit ő csinál. Ő ilyen népnevelő volt inkább, én azt gondolom. És mindig nagyon vigyázott a fiatalokra, akik ott voltak, amikor ő dolgozott valamilyen rendezvényen, hogy ne csináljanak rosszat. Farkas Schulz Tibor nemzetközi hírű lemezgyűjteményével a helyi zenekarokat is segítette. Ezeket hallgatva tanulták meg a zenészek a külföldi dalokat. Tudását nem öncélúan használta. A legkisebb településekre is eljutott zenei előadásaival. Rádiós és televíziós rocktörténeti sorozatokat készített. Több pályakezdő DJ mentora volt. Mit jelentett nekem? Ő a mesterem volt, tehát tőle tanultam mindent igazából, a zenéről, a DJ-zésről, meg nagyon sok minden másról. Nem csak én, hanem azért szerintem generációk ebbe a városba. És minden túlzás nélkül elmondhatom, hogy ha Schulz nem lett volna, én most nem állnék ma itt például, meg nem lett volna az egész zenei karrier, ami már mögöttem van. És hogy mikor találkoztunk, ez egy legendás, nagyon vicces történet, 90 vagy 91, az akkori barátnőm mondta, hogy van egy Beatles bar nevű hely, amit csak azért mondok, mert már ugye nincs és lehet mondani, és ott zenél egy Schulz nevű bácsi, akkor bácsi, de hát a Schulz akkor szerintem fiatalabb volt, mint én most, és hogy menjünk ki hozzá, hát én akkor punk voltam, meg nagyon a dark zenékbe utaztam, mondtam Beatles, hát ez nem, biztos nem lesz jó, de a családi béke, az ember legyen jobb a barátnőjével, menjünk ki persze. Találkoztunk Schulzzal, aki nagyon tündér volt, nagyon kedves, és megkérdezte, hogy mit szeretnék hallani. És én nagyon arrogáns módon mondtam, hogy ezt úgy se lehet itt lejátszani, mert hát én Sex Pistolst hallgatok, és ezt itt a Beatles barban nem lehet. Keresgélt a lemezei között, elővette a Sex Pistolst első albumát, eredeti bakeliten 77-es nyomásban, ami már akkor egy autóárát érte. Én addig azt a lemezt így ilyen picibe láttam az újságban, meg kazettán volt meg. Álltam, hogy tényleg lejátszott róla egy számot, és akkor indult a barátságunk. És utána kiállítását dizájnoltam, meg utána DJ-t csinált belőlem gyakorlatilag egy este alatt, ez egy másik történet, ezt majd máskor mondom el, és igazából az én teljes profi DJ karrierem az Schulz miatt van. Hiába akartam én kicsikorom óta DJ lenni, ez Schulz indította el, és úgy lett utána minden más. Az összes díj, meg az összes dolog, amit nyertem, az mind Schulznak köszönhető. Kicsit szomorú, hogy már az utánunk következő generáció nem tudja, hogy ki volt ő, milyen volt ő. Hogyan fogalmaznád?
Bocs, hogy a szabadul vágok. Ez tényleg így van. És azért nagyon fontos ez az emléktábla, és azért nagyon fontos a Schulznak az emléke, mert Schulz és az hozzá hasonló véleményvezérek, és azok az emberek, akik újat mutattak az embereknek kultúrában, zenében, Schulz nyilván nem, egyébként Schulz nem csak zenében, mert például ugyanúgy lehetett vele beszélgetni a divatról, vagy a képzőművészetről, vagy nagyon sok mindenről, de akkoriban nem volt internet, nem volt YouTube, nem volt Spotify, nem jártak a nyugati magazinok, egy másik rendszer volt, teljesen zárt világban éltünk, és ő általa jutott hozzá mindenki nagyon sok újdonsághoz. A magyar zenekarok, vagy a nyíregyházi zenekarok többsége, szerintem ezt mindenki egyetért, aki nyíregyházán csinált valamit, hogy akkor Schulztól kérték el a lemezt, megtanulták a zenekarok a számokat, és úgy tudták lejátszani. Szóval ő egy egész ilyen kulturális hullámot indított el országosan is. Az önkormányzat egy civil kezdeményezést és felajánlást támogatott. A helyszínt is barátai választották. Az egykori Kolumbia volt ugyanis az első szórakozó hely, ahol Schulz napi rendszerességgel dolgozott DJ-ként. Schulzzal egy udvarban nőttünk fel a Selyem utca 38 szám alatt, és hát gyakorlatilag ez egy magától adódó természetes dolog volt, hogy Schulzot, aki mindenkire hatott kisugárzása volt, és aki vele találkozott, az hatása alá került. Itt a zene az tulajdonképpen zárójelbe tehető, mert ez ennél sokkal több volt, amit én most így nem tudok megmagyarázni. És hát örülök, hogy végül hát mi öregek ki tudtuk ezt harcolni, hogy neki legyen egy ilyen emlékműve. Itt ezen a helyen, ami egy kultikus hely, 72-ben, amikor még rockzenét csak a Szabad Európa rádióból, meg a luxemburgi rádióból lehetett hallgatni, itt ő elővette az eredeti angol lemezeket, és feltette a lemezjátszóra. Hát ez maga volt a csoda. Mindenkire hatása volt, ugye ez egy ilyen szórakozó hely volt, ahova mindenki bejöhetett. Ugye ismerünk Nyíregyházán nehéz fiúkat is, akik szerettek balhézni, de itt nem volt soha balhé, nem volt kidobó ember, itt mindenki tudta, hogy kell viselkedni, és ez Schulznak volt köszönhető. Az emléktáblát Turi Török Tibor keszthelyi szobrászművész készítette, aki a 70-es évektől ismerte Schulzot. Az alkotás napszemüvegben ábrázolja Nyíregyháza ikonikus alakját. Az emléktábla az Egyház utca egy szám alatt, az egykori Kolumbia falán tekinthető meg. Reméljük, hogy beitek Borka is hasonlóan ismert lesz egyszer. Ennek talán első lépése volt a 14. Vas Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjén való szereplése. Most pedig a stúdióban tart élménybeszámolót felkészítő tanárával, Bárdosi Ildikóval. Jó estét, szervusztok! Azt gondolom, hogy a népzenét, illetve a népi éneklést valaki elsősorban nem azért választja, hogy világhírű legyen, hanem mert van egy olyan borzasztó erős kötődése, ami lehet, hogy egészen gyerekkorban indul. Hogy volt ez nálad? Egészen kiskoromban is szerettem énekelni, de nem feltétlen volt ez népi éneklés. Aztán talán már elsőskoromban mentünk versenyezni, és gimnázium előtt döntöttem el, hogy ide fogok jönni, és hogy ezt fogom tanulni. A néptánc tanárom volt egyébként, aki pár lányból csinált egy énekegyüttest, és akkor vele jártam versenyezni, és megismertetett a népzenével. Tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy ilyenkor azért gyakorlatilag a népművészet minden ága közel kerül ahhoz, aki mondjuk valamelyik szegmensében elkezd tanulni és jelentőset alkotni. Például mondjuk a te esetedben gondolom, hogy maga a néprajz, a néptánc, egyáltalán nem tudom, a népi építészet például érdekel-e? Igen, egészen sok mindent tanulunk is, tehát ugye népi hangszeren is játszunk, az is nyilván nagyon jó, hogyha valaki néptáncor szerintem, de volt, hogy próbáltam bútor festeni, úgyhogy érdekelnek egyébként ezek a dolgok is. Nem gondolják azt rólatok, akik népzenével foglalkoztok, hogy egy picit ilyen csodabogarak vagytok a mai világban, amikor
tényleg már mindenféle olyan stílusú zenét lehet hallgatni, amiről van az ember, azt se tudja, hogy milyen stílusú, és hát sokkal inkább ugye az elektronikai eszközök dominálnak, mint mondjuk az élő hang, vagy az élő hangszeres zene. Hát lehet, hogy annyira nem szeretik, tehát van nyilván az a közönség, aki mondjuk ezt nem szívesen, de én eddig nem találkoztam olyannal, aki mondjuk csodabogárnak tartott volna emiatt, úgyhogy... Október 7-én Budapesten vehett át Borka a 14. Vas Lajos népzenei verseny Kárpát-medencei döntőjében, a gyermek és ifjúsági kategóriában ezt a legrangosabb díjat. Nem tudom, hogy amikor készültetek erre a versenyre, akkor ez mondjuk egy ilyen nagyon-nagyon távoli álomnak tűnt, vagy volt annak realitása, hogy Borka ilyen sikeres lesz? Nagy realitása volt szerintem, hogy ő megkapja ezt a nagy díjat. Ez egyébként olyan, hogy ilyen minősítő versenyszerű, tehát aki már eljut a döntőig, ezt megelőzte az elődöntő, középdöntő, és most volt ugye október 7-én a döntő, ott már mindenkit három kategóriába sorolnak be, és akkor nívódíj, kiemelt nívódíj és a Vas Lajos nagydíj. Természetesen a Vas Lajos nagydíjat kevesen kapták meg, és közöttük volt a Borka, én reménykedtem benne, szinte biztos voltam, hogy neki sikerül ezt elérni, ugyanis nagyon-nagyon tehetségesnek, szorgalmasnak látom, és hát elárulhatjuk azt a titkot, hogy azért a Zeneakadémiára készül, népzene szakra, népjének szakra, úgyhogy azért ez egy jó mérföldkő volt, hogy ezt elérte, ez egy bizonyítás számára is, hogy igen, megállja a helyét, majd remélhetőleg a felvételén is, és majd a későbbiekben is előadó művészként, vagy tanárként. Itt a művészeti szak, gimnázium zeneművészeti tagozatán jellemző az, hogy a diákok ennyire elhivatottak, mint Borka, vagy pedig ő tényleg egy nagyon egy évtizedben egyszer születik egy ilyen tehetség, mondhatjuk ezt. Elég sokan elhivatottak, ugye, tehát ide-oda olyan diákok jönnek, akik ezt választják, ezt a szakot, és hát közöttük is azért vannak kevésbé tehetségesebbek, és hát kiemelkedő tehetségek. Én azt gondolom, hogy azért még vannak a tagozaton páran, akik ilyen nagy tehetségek, viszont ő talán kiemelkedő még közöttük is egyelőre, ugye, hát ő most 12-es, és az előző évfolyamokban is azért vannak kiemelkedőek, de hát ők még azért nem tanultak ennyit, nem jutottak el idáig, úgyhogy még azért van tanulni valójuk, meg persze mindenkinek, Borkának is még. Nagy öröm ez, azt gondolom pedagógusként ilyen tehetséges diákokat kísérni egy sikeres úton. Borka, mennyit kell neked gyakorolni, vagy egyáltalán gyakorlásnak számít-e, vagy igazándiból annyira az életed része az éneklés, mint a levegővétel? Hát azért gyakorolni illik és kell is. Anélkül nem mernék bemenni órákra, tehát azért ez nagyon alap, nem elég, hogyha csak, nem tudom, jó kedvéből énekel az ember, tehát mintha verset tanulnánk eleve a szövegeket, szerintem úgy kellene megtanulni, akkor az összes variációt, amit csak tudunk, vagy amit megbeszélünk órán, azokat memorizálni, úgyhogy ezután, ha ezek már megvannak, azután következik az örömének, úgyhogy kell gyakorolni. Van kedvenc tájegységed, amit a legszívesebben énekelsz? Nagyon szeretem ugye az erdélyi dalokat. Azzal is foglalkoztunk szerintem az első években a legtöbbet. Kalotaszegivel kezdtünk, azt például nagyon szerettem. És most mit énekeltél itt a versenyen? Hát a versenyen most Magyar Szent Benedeki dalokat énekeltem. Ezt a csokrot már több versenyen is előadtam, és mindenhol nagyon tetszett az embereknek, úgyhogy most ez ilyen bombacsokor elvileg. Most az jutott eszembe, hogy esetleg nem figyel ilyenkor föl mondjuk éppen egy könnyű zenei menedzser, egy népi énekesre, mert azért vannak ugye olyan együttesek is, ahol hát most akár Sebestyén már, tehát ugye mindenki ismeri, aki különböző formációkban is színpadra áll. Van ilyen megkeresésed? Vagy egyáltalán van-e ilyen vágyad? Hát még ilyenekben nem nagyon gondolkodtam, tehát még tényleg nagyon tanuló szakaszban vagyok szerintem, még nem érkezett semmilyen megkeresés. Lehet azt mondani, hogy egy-egy ilyen siker tulajdonképpen magának az iskolának is nagyon jó marketing, és sokan érdeklődnek vagy jelentkeznek majd azok a tehetségek, akiket talán most még nem ismerünk.
Hát remélhetőleg, hogy egyre többen fognak jelentkezni. Ez mindenképpen sokat számít az iskolának is, hogy ilyen rangos versenyen, ilyen rangos megmérettetésben részesült a Borka vagy tanítványaink. Viszont azt tapasztaljuk most, hogy talán nehezebben választják a művészeti képzést talán a diákok. Tehát a mai világ olyan, hogy keresik a biztos megélhetést, de én mindig azt szoktam mondani, hogy a legfontosabb az, hogy az életben abból tudjuk magunkat fönntartani, amit szeretünk is, tehát hogy olyan munkánk legyen, amit nem érzünk munkának. Igen. Mert ez egy áldás. Hát meg ha egy világból kihalnak a művészetek, akkor azt gondolom, hogy az egy nagyon keserves létformát hozna, úgyhogy meg kell ezeket a kis lángokat életben kell tartani. Köszönjük szépen, hogy itt jártatok, és gratulálunk. Köszönjük szépen. Kedves nézők, a tehetség már fiatalkorban is jól látható, például a 11 éves Márk Csucsi Bence esetében. Az egyik legfiatalabb magyar meseíró 8 évesen kezdte el a történetet, nemrég pedig magyar és angol változatban is bemutatták a Kalandok Barátság Földjén című könyvet. Egyik kedvenc fejezetét olvassa fel a 11 éves csíkszeredai meseíró Márk Csucsi Bence első regényéből. A Kalandok Barátság Földjén című könyvet Érpatakon mutatták be először a közönségnek. 8 éves koromban kezdtem. Hogy kezdődött? Hát úgy, hogy az egyik barátommal játszottunk, és neki az volt az ötlete, hogy írjunk verset. Én nem verset írtam, hanem neki álltam egy fejezetnek. De nem gondoltam arra, hogy most ez egy egész történet lesz, de végül az lehet. Miről szól a könyved? Hát arról, hogy a főhős bekeveredik egy nagyon különleges világba, ahol meg kell mentenie azt az országot, ahol az állatok, meg mind varázslat van, az állatok tudnak beszélni, meg varázslók vannak. Meg. Hova jársz iskolába, és mit szólnak hozzá, hogy neked már van egy kiadott könyved? Hát én Csíkszeredába járok iskolába, a Petőfi Sándor iskolába. Így nem szoktunk beszélgetni. Hát egy barátom van az iskolában, az Anna, vele sokat beszélgetünk erről, ő boldog és örül. De amúgy a többiekkel nem szoktam így erről beszélgetni. Szeretnél továbbra is írással foglalkozni, és hogyha igen, akkor milyen módon képzeled ezt el? Hát igen, szeretném folytatni az írást. Persze most már nem fogok túlságosan sokat ihletődni, próbálok teljesen egyedi műt létrehozni. A tehetséges gyermek kéziratára a Konzervatív Műhely Alapítvány figyelt fel. Az alapítványunkat néhány évvel ezelőtt pont a konzervatív értékrend megőrzése tárgyában hoztam létre, és elkezdtünk azon gondolkodni, hogy milyen típusú feladataink is lennének a konzervatív értékrend megőrzésében, és az egyik ez a könyvkiadás, létrehoztuk a könyvkiadót, 3 kötetet adtunk ki, és ez a harmadik kötet, ami egy mese, egy fiatal tehetségtől, és hát nagyon örültem, hogy találtunk egy ilyen gyöngyszemet, mondhatom így az erdélyi hegyek között. Mit a különleges Bence könyve, mindazonáltal, hogy eleve 11 éves gyermek a szerző? Hát nagyon izgalmas, mert van egyfajta utánérzésem nekem, amikor elolvastam először, utána még egyszer, hogy egy fiatal ember, aki 8 évesen kezdte el írni, és aztán 11 éves korára tulajdonképpen végzett vele, és látszik egyfajta fejlődés is a kötetben, tehát az első szöveg kísérletektől a végéig. Az utolsó mese részben már időket vált, már a szereplők különböző helyszíneken hajtják végre a tevékenységüket, és igazából van egyfajta, ahogy mondtam, utánérzésem a Tolkien meséinél, illetőleg a kis herceg egy picit eszembe jut ebben a vonatkozásban, és majd meg fogom tőle kérdezni, most majd fogunk beszélgetni a mai délután, hogy mi mozgatta, hogy az álmot írta le, vagy az álmot valóságá varázsolja, vagy ez mennyire él mind a mai napig benne ez az álomszerű történet. De egy nagyon izgalmas, még felnőtt számára is egy sodorú lendületű izgalmas történet, amiben ő maga is főszerepet játszik. Úgyhogy egy izgalmas kísérlet, de én nem is erre helyezném a hangsúlyt, arra, hogy
hogy nekünk felnőtteknek, akik egy kicsit a közéletben is szerepet vállalunk a mindennapi tevékenységünk mellett, segítsük és adjunk lehetőséget arra, hogy fiatal tehetségek kibontakoztathassák a munkáikat, teret kapjanak, vagy lehetőséget arra, hogy megnyilatkozzanak. Az édesapa szerint Bence már egész kicsi korában is rajongott a mesékért. Nagyon szerette a történeteket és imádta a könyveket. Persze ez részben az annak is köszönhető, hogy én is, vagy mi is nagyon szeretjük a könyveket, és ez egy ilyen házi szokásá vált, hogy mondjuk a közös játékok mellett, mert az is volt természetesen, de voltak mindig ezek a közös felolvasó estek. Persze minden családban olvasnak, mesélnek, stb. Csak lehet, hogy mi egy picit ilyen maratoni szinten vittük. Ez bizonyára meglátszik a szókincsén, meg a maga a könyvek és a mestertörténetekhez való hozzáállásában is, de most hazudnék, ha azt mondanám, hogy mi tudtuk ezt, hogy most hirtelen egyik percről másikra papírra vett valamit, és papírra vett egy maradandó dolgot. Meglepetésszerűen ért minket is, és amiben tudjuk, csak továbbra is támogatjuk. Látod-e azt, hogy milyen hatások érték, milyen regények, milyen írások voltak rá hatással itt szülőként? Egyértelműen látom, persze, főleg ez egy tulajdonképpen úgy történt, hogy ennek a könyvnek az írása, hogy három kis könyv készült el. Az első kettő, utána jött a harmadik. Hát a harmadik az egyértelműen világosan jól látszik, hogy ez ott már kiforrottabb a fogalmazás, történetvezetés, stb. De igen, Óza nagyvarázsló például. Nagyon imádta például. És imádtuk mi is újraolvasni ezeket a könyveket. Persze a kortárs irodalom, gyerekirodalom is folyamatosan hatása alá kerülnek a gyerekek, úgy a mi Bencénk is. Ahogy azt hiszem említette, a Geronimo Stilton sorozatokat említette, és de aztán most már ugye nagyobbacska gyermek, olvas ő is most már minden megyebet, hát ő is most már túl van Harry Potteren, de hát ugye olvasta a Magdátor a Tündérlalát is elolvasta, úgyhogy szerintem nagyon sok helyről és nagyon sok irányból kapja az impulzust. Bizonyára ez az útja annak, hogy egyszer csak megtalálhassa igazán a saját hangját. Lesz a folytatása a könyvnek? Igen, nem tudom, említette-e, de mindenképpen már van. Dolgozik egy történeten, kis ilyen detektíves, ahogy ő fogalmazott, ilyen detektív regény lenne. Viszont ami még ezen már dolgozik, és én nem olvastam, mert nem adta ide, de hogy néhány dolgot elmesélt róla. Ami meg másik kézzelfogható dolog az, hogy az iskolában kapott egy felkérést az osztályfőnök részéről, hogy az osztály számára, az osztálytársainak szereplésével írjon egy színdarabot, amelyet mihelyt elkészül, már pedig ez záros határidőn belül el kell készüljön, ezt színpadra is fogják vinni az osztálytársai és az osztályfőnök segítségével. Hogyan reagáltatok ti szülők, illetve a környezete, hogy látod erre a tanárok, diáktársak? Érdekes ez a dolog egyébként, mert főképp most a diáktársakra gondolok. Azt veszem észre, hogy a diákok még vagy nem tanulták meg, vagy még nem tudják ezt kellőképpen ezeket a dolgokat egymás között is lekezelni. Bence például a bizonyos embereknek előszeretettel is szívesen elmondja, hogy ő mit alkotott és mit csinált. Másoknak pedig visszafogottan, vagy akár titkolózik is egyébként, hogy nehogy cikizzék például iskolában, hogy ő most egy kis író, meg stb. Tehát hogy vegyes a fogadtatás, de úgy zömében, mondjuk az intézményi szinten, osztályfőnök támogatással azt gondolom, hogy kezd beérni a dolog, kezdik tényleg elhinni, hogy van az iskolában egy fiúcska, aki tényleg papírra vetette a gondolatait, és kézzelfogható produktuma is van ennek. Mindenképpen támogató a környezet részünkről is, és az iskola részéről is. A könyv kiadását a Nemzeti Együttműködési Alap és a Bethlen Gábor Alapítványon keresztül a miniszterelnökség is támogatta. Ennek köszönhetően a kötetben a történet angol fordítása is helyet kapott. A könyv illusztrációja is különleges, a grafikákat ugyanis Bence egyik vele egyidős barátja, Lőrinc Réka készítette. Különleges kiállítása várja az akril művészet iránt érdeklődőket október 24-én Nyíregyházán a Józsa Városi Művelődési Ház. Szombati Tibornak tavaly már láthatta munkáit a közönség a Vasutas Művelődési Házban, most szinte teljesen új képekkel készül. A folyékony művészet november 30-áig tekinthető meg.
Dömötör napi juhászkodásra invitál mindenkit a tánctanoda. Október 28-án a Nyíregyházi Alvégesi Művelődési Házban lesz kézműves foglalkozás, filmvetítés, táncház és a Pásztorok Világát bemutató kiállítás is a Hortobágyról. Az estéről pedig a finom juhászlakoma sem hiányozhat. Október 28-án tartják Vásáros Naményben a Trófea Mustrát. Az egész napos rendezvényt borkóstoló, vadételek versenye, íjászat, agárfajta bemutató, látvány kovács és fafaragó műhely kíséri. Lesz bábszínház, táncház, fellép a Szatmár Tánc Együttes, a Cifra Banda és Homonyik Sándor is. Kedves nézőink, ennyi volt mára a Weekend, ne felejtsék el játékunkat, amivel páros mozi jegyet nyerhetnek. Ha lemaradtak a kérdésről vagy a válaszról, adásunkat visszanézhetik a Kölcsei Televízió magazinok YouTube csatornán. Tartsanak velünk jövő héten is ugyanebben az időpontban. Én kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, kellemes hétvégét és jó pihenést kívánunk, viszontlátásra!